A Vases Kubala Akadémia U13-as labdarúgójával, Lakatos Gergővel a sorban tehetséges fiatalok kaptak ösztöndíjat a Nemzeti Tehetségprogram keretében. A program elindulása óta lehetőség nyílt civil és állami intézményeken kívül egyéni pályázók számára is jelentkezni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyszeri 100 000 és 1,5 millió forint közötti támogatást, vagy 10 hónapra szóló ösztöndíjat nyújtott a sport, a tudomány, illetve a művészet terén kimagaslóan teljesítő fiataloknak. A Nemzeti Tehetségprogram alapvető célja a tehetségfejlesztés segítése. A kezdeményezés 2028-ig kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére. Fiatal játékosunk élt a lehetőséggel, pályázott, majd nyert. Azért kaptam meg ezt, mert előző csapatommal minden oklevelet megnyert. 12 gyereket választottak ki, meg felnőttet, hogy kik kapják meg ezt az ösztöndíjat, és én is benne voltam. Lehet vásárolni belőle mindenféle ilyen edzőruhákat, felszerelési csontvédő cipő, és sportszára, sapkát, kabátot. Sokkal bátorabb leszek az edzéseken, és próbálok hajtani minden meccsen. Gergő számára az ösztöndíj nagyban hozzájárul a kiegyensúlyozott, magabiztos felkészüléshez a hétköznapokban és a felszabadult játékhoz a mérkőzések alkalmával. A Vasas Kubala Akadémia büszkeséggel tölti el, hogy játékos Lakatos Gergő a támogatottak között szerepel. Bízunk abban, hogy a jövőben is hasonlóan kiemelkedő tehetségek kerülnek a figyelem középpontjába.